Sziasztok, Noé vagyok. Ezt a videót már másodjára fogom nyilván felvenni, mert az előbb sikerült hang nélkül, és most szeretnék egy-két szót is szólni. Keresetek egy női tubét, meg egy táj tubét, ami úgy színbe harmonizál együtt. Ha nagyon nem, hát át lehet színezni igazából. Veszünk egy transzparenst, 900x500-ast. A tájnak a színeiből vettem ki a gradientemet, azzal kitöltöm, előveszem a jó kis Muramaster klódomat, csinálok vele egy ilyen kis felhőcskéket, veszek egy új réteget, bocsánat kissé, még be vagyok rekedve, mert még mindig nem gyógyultam meg, kijelölöm az egészet, itt van a kis tájtubém, kopizom, és szépen a kijelölésbe Pasta Into szelekciónnal behelyezzük. Jó. Veszünk egy új réteget. Készítettem nektek két szelekciót. Az egyiknek az a neve, most elővesszük. Az a neve, hogy Noé Tutó 51. Ezzel van egy kis nézetünk, kitöltjük a gradientünkkel. Az effekteknél megkeressük az Unlimited-be a button framer-t, ezt, és ezt a másodikat kiválasztod, és csinálunk egy ilyen keretet. Jó, kijelölést kiveszed, és újból előveszed az elmentett kijelölésedet. Ezt kézzel is megcsinálhatjátok, hogyha akarjátok, de én elmentettem, hogy így könnyebb dolgotok van. Kijelöltük a második részt. Na most, amiről szerettem volna beszélni, egy tutoriálban találtam ezt a beállítást, el is mentettem magamnak gyorsan. Ez egy radír beállítás, itt láthatod a számokat, de igazából oda fogom nektek adni ezt is, és hogy is kell egy ilyet elmenteni, csak annyi az egész, hogy rákattintasz a mentésre, írsz neki egy nevet, amire eszedbe jut, leokézod, és itt meg fog jelenni. Nekem ezt a beállítást úgy hívják, hogy hézagos radír, és visszajövök egy kicsit, mert így látszik, hogy hova kell betenni. Tehát itt van még szépen sorba, hogy a presetbe kell betenni ezt. A preset eraser, tehát a radírhoz van berakva, és akkor erre rákattintok. Látod, van egy ilyen kis akármi, egy ilyen kis érdekes hosszúkás radírom. Itt csak a kijelölést fogjuk kiradírozni, és folyamatosan nyomni kell bal kézzel az egeredet, tehát, vagyis a bal gombot bal kézzel, amilyen kezed van, tehát a bal egér gombot folyamatosan nyomod, többször át kell így menni, mert minél többször átmegyünk, annál élesebbre radíroz. Tehát így ezzel készen is vagyunk, kijelölést kivesszük, kaptunk egy ilyen kis, leteszem ezt a radit, kaptunk egy ilyen kis rácsos ablakot, ezt az ablakot most beviszik a Geometria Effect-be, a Skip-be. Hoppá, nem ide akartam, hanem először is elviszem. Már elfelejtettem, hogy kell megcsinálni a tutoriát. Tehát a disztorzió effektbe a Wave-val kicsit torzítunk, tehát egy 3-asra itt betesszük, itt 50, ez 100, ez 0, és a transzparentbe van, mint látod, leokézod, és akkor most viszem be a Geometria effektbe, a Skip-be, vertikál, 45 fok transzparent, leokézom, bemegyek a Muramaster-os pluginomba, a Pol Transformba. Itt már van beállítva, hogy 0, 200, 110, 115, 215-re be van ez állítva. Lehet, hogy ezt még lehetne itt állítani. Hát egy 115-re nyugodtan be lehet tenni szerintem ezt a részét. Leokézom. Hát nem tudom majd a végeredmény milyen lesz, de szerintem így jobb lesz. Ezt duplikálom, meg átteszem a jobb oldalára, amiről originállal, összevonom a két réteget, úgy,
Most szépen felreállítjuk a flip originállal. Itt van. És akkor most azt fogjuk csinálni, elvisszük a flexibe. Flaming Pearl Flexi. És nem ez a beállítás, hanem itt fölül 90. Itt, ha jól emlékszem, 0 volt, és ez is legyen 0. 0, és akkor ez az, ez lesz az. Leokézom. És felhúzom a tetejére. Itt is lehet a pozíciót, így kijelölöd és beírod, hogy 0, és már ott lesz a tetején. Jó. És ma hagyhatod így is, ha neked ez tetszik. És majd lesznek még alakítások ezen a díszen, de én még csinálok vele még egy valamit, tehát még egyszer beviszem ide a Geometry Effect Skip-be ugyanezt. Leokézom. És megint megyek a Flexibe. De nem ugyanabba az beállításba, hanem ez itt, ha jól emlékszem, 50, ez mínusz 50, és ez pedig 150 lesz. Nem egészen így akartam. Úgy akartam, hogy összeérjen. Hát akkor legyen ez 135, nézzük, hogy úgy, hogy néz ki. Jó lesz ez. Lakézom. Nem szeretem a szimmetrikus dolgokat. És akkor most megint fölviszem itt a tetejére. Jó. És hogy ez ugye elég halaványnak tűnik, hát most csinálunk vele egy olyan effektet, hogy az Alien Skin Impactnak a beveljét fog használni. Az már is csinált itt egy jó kis erősítést nekünk. Itt látod, hogy hogy van beállítva, vagy kicsit így hagyom. Jó, leokézom. Oké. És akkor még megnézzük, milyen volna, hogyha tennénk rá egy kis extrúdot. A még jobb. Annyira jó, hogy szinte fáj. Tehát akkor tettünk rá egy kis ilyen, hogy háromdimenziós legyen. Itt a beállításokat nézd meg. Nagyon fontos, hogy itt ugye van valamilyen szín beállítva. Ennek a, ehhez a színhez, a világos színéhez hasonlót választál ide a kolorba. Jó, hogy szép legyen a díszed. Nem is egész jól néz ki. Nem tudom, tegyünk a árnyékot, megpróbáljuk, milyen lesz árnyékkal. Na, az azt hiszem jó is lesz így. Picit sötétebbe vesszük. Hát ez lehet, hogy 25-26, nézzük. Nem jó, zöld az árnyék, az borzalmas ronda. Ennek keresni kell valami más szint. Mondjuk egy barnásabb. Aztán még mindig zöldnek látom, de majd kiderül. Csúnya. Na, megnézem feketével, jó hosszú lesz emiatt a videó. Nézzük meg de rög az ég, ura. Feketével, és akkor egy kicsit lightosabbra vesszük a színt. Úgy. Na, nézzük. Na, ez azért elmegy. Jó. Kicsit élénkítek ezen a szín. Nem, ennek a tájnak a színén. Megnézzük, hogy az overlájjal milyen lesz. Igen, egy kicsit élénkebb. Nem kell megérni, hogy a dísz az most másmilyen színű. Mindjárt megnézzük, hogy így szoktam szerkeszteni, kísérletezgetek. Hoppá, ez egész jónak tűnik. Hozzá. Kicsit sötétebbre veszem, nézzük. Ó, egész jó lett. Tök jó. Jó, akkor tulajdonképpen a képünk kész van. Már majdnem, most már csak keretezünk, adunk neki egy
ötös keretet. Szépen. Kutyáim meg kaparják a szúnyogkálos ajtót, mert nyilván vihar lesz, hogy örüljék. Jó. Lehet, hogy erre is rámegyek a color effect-tel, hogy ne üssön el nagyon. Aztán adok hozzá még egy bordert, egy 65-öst. Jó. Kélelöm. Megfordítom, mert ugye az előbbit is így jelöltük ki. És megnézzük ebben a color effect-tel, hogy milyen lesz. Az alja elég sárga, de nem baj, jó lesz az. Csinálunk egy textúrát rá. De nem ilyet. Ez milyen ez a pöttyös? Hát, nem minden tetszik. Ilyen csíkos. De csak egy kicsit. Jó, teszünk rá egy kis három dimenziót, és most fogok rajta sötétíteni. Itt ezzel, hogyha itt álligatod, akkor egy picit sötétíteni lehet rajta. Jó. És adunk hozzá még egy ötös bordert, azt majd duplán, hogy rá tudjam tenni a kis tubémat. Így kivehetem a kijelölést, teszek rá egy új réteget, ezt alá teszem, itt vagyunk, és akkor megnézzük ezt a lánykát, hova tegyük, hol szeretné, hogy ott legyen. Tök jó, mert a szoknyája úgy viszi ezt a vonalat, de ott eltakarnánk a díszt, úgyhogy mindjárt megfordítom. Picit, mintha kisebbre is vehetnénk, nem muszáj ennek a lánynak olyan nagynak lenni. Úgy. És most mindjárt megnézem, ha világosítok rajta, akkor ez sötétebb lesz. Akkor erre is jó ez a linnerbevel. Itt leveszed az értéket, és itt viszont a 30-on, ha fölveszed mondjuk 2-vel, akkor kicsit sok lett, 1-en elég. Ezzel lehet világosítani, vannak ilyen kis trükköcskék. Na, megharakunk alá egy kis árnyékot, azzal is lehet világosítani rajta. Így van. Ide majd még lehet, hogy teszek valami díszt. A lényegében kész van ez a kép, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. A radírt legalább megtanultuk, hogy másra is lehet használni, nem csak sima radírozásra. Úgyhogy jó szórakozást ehhez is.